maďarských poslov ili poslova za Maďarice Dušanom Kotúrom. Družstvo iz Rastine s našim Jovanom prijateljem. Drago nam je da ste došli, unatoč tog vremena, da je dva ste mogli dođe, ali ipak se tu. Nadamo se da na sljedećem druženju ćemo već malo bliže biti jednu drugu, da će se otvoriti ovaj prijelaz kod Julića i Rastine, nek tako bude. Srdačno pozdravljam našeg Stipana Balatinca, koji je predsjednik odbora za kulturu ADS-a i novinar Hrvatskog glasnika.
ima momentu još jednog novinara, sad je baš vada izašao, dnjevnika iz Novog Sada, što dakle da pozdravljamo. Szeretettel köszöntöm Fabiola polgármestert. Szeretettel köszöntöm mindenkit a Borai Muskoprélón, a Bunyavácok hagyományőrző rendezvényén. És épp most mondták itt nekem, súgtak az idősebbek, hogy ez a 30. Muskopréló ebben a formában. Azt hozzáteszem, hogy ebben a formában. Mert ugye régebben a Lénka kocsmában volt még annak idején megszervezve ott a vasút soron. Úgyhogy ebben a formában ez a 30. Úgyhogy köszönjük meg, sajnos már egyik sincs már közöttünk. Megboldogult Zegnál Túnó bácsinak, Tújmóvi Aksi bácsinak és Mui Túncsó bácsinak, hogy kitalálták ezt a hagyományt, illetve megújították ilyen formában, és ilyen formában együtt ünnepelhetünk. Úgyhogy a képviselő testület is már, Fabiola polgármester úr is már többször mondta nekem, hogy Hungarikumnak kéne elismerni ezt a rendezvényt. Én mondtam neki, hogy ha nem is Hungarikum, de mindenképpen Garaikum, ugyanis ez garai találmány, és máshol nincs Magyarországon. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a bácsot, akkor a zenekart, aki kísérni fogja, remélni fogja a rendezvényt. És akkor ne feledkezzünk meg a szakácsainkról, akik ma is bizonyára reméljük, hogy kitettek magukért. Itt már néhányan már állnak, és itt én okot látom, de Karzsa Pisti. Majd elmarad fölösszük, hogy fölhagyja a neveket. Ricskovics Jóci találnak, az úgy nem van, hát ha nem is, nem tudom, hogy a legidősebb, de a legtapasztaltabb birkafőző közülük. Úgyhogy mindenképpen őt is köszöntjük. Jószok Ricskovicsnak! Nájis Muszti, Kubáról kék paprikásra utani. És akkor még mielőtt jó étvágyat kívánnék, még szeretném átadni Hepp Misinek az üdvözletét, aki az ónos eső miatt Bécsről nem tudott elindulni, ugye a parlamenti szószólónk, és a következő ciklusban már őt nem jelölték, úgyhogy itt el is akart volna búcsúzni ilyen formán a garaiaktól, de megígérte azért, hogy volt garaiként továbbra is el fog jönni, hogy én adom most át az üdvözletét, és akkor mindenkinek jó étvágyat kívánok a birkapörkölthöz, és további jó szórakozást a Bácska Tambura zenekarral. Kiállt Novák Tékfene Cserünk! És akkor nézzük, hogy kik azok, akik ma főzték nekünk a vacsorát. Név szerint felsorolnám, jó? Ide fölírtam magamnak. Nagyon sokat dolgoztak ugye Fehér Milán, Varga István, Bakai Tamás, Csintúrás Sándor, Varga Hélok, Gunik Sztipán és Kubatovics Mátyás. Úgyhogy nekik nagyon szépen köszönjük, hogy sok munkát adottak. Nekik is jó szórakozás. És persze Kricskovics József, hát ugye őt ki nem hagyhatjuk, csak ő már lekapcsoltunk, nem? De Kricskovics Jóci, ő volt az, aki szintén részt vett itt a... Mi meg igyekszünk ma este olyan számokat játszani, ami a Bunyavácokhoz illik, és a magyarokhoz is. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Thank you.
Azokkal a dallamokkal és énekekkel, amelyek oly közel állnak az ember szívéhez. Kérem, hogy egy pillanatra álljunk föl. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Adjad, Uram, hogy jó lessék, Jézus neve dicsértessék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jó étvágyat, szép estét mindenkinek, Isten éltesse a zenekart, résztvevőket, szervezőket, és azokat, akik a vacsorát készítették. Dicsértessék a Jézus Krisztus!